Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, versenyző diákot, pedagógusokat és az érdeklődőket. Az Éneklő Ifjúság Pest megyei minősítő kórus találkozóján. Kérem, énekeljük el együtt a himnuszt. Nagy szeretettel köszöntöm valamennyitöket, akiket találkozóra eljöttetek. 6 településről érkeztetek, és 600-an vagytok jelen. Megköszönöm mindenek előtt iskolánk igazgatójának, szervező tanári karnak, hogy a találkozót, ezt a kórus együttlétet az idén is megszervezte. Köszöntöm szeretettel a felkészítő tanárokat, akiknek köszönhetjük, hogy ti együtt olyan szépen énekeltek. A himnusz éneklését felnőttek is gyakran próbálják, de ilyen szépen még nagy ünnepségeken sem szól, mint ahogyan a ti hangotokon ma én hallottam. Szeretettel köszöntöm a zsűrit, aki jó lelkű emberekből áll, szakmai hozzáértőkből, tehát döntéseiket, bírálataikat, dicséreteiket vegyétek nagyon komolyan. Mindannyiótoknak azt kívánom, hogy ez az éneklő kedv, ez maradjon meg felnőtt korotokra is. Az ember egyik gyógyító eszköze az ének, mert ha bánata volt, ha öröme volt, akkor énekelt. Ebben a világban most kevesebbet halljátok felnőtteket együtt énekelni, vagy talán nem is halljátok őket. Tehát ti, amennyire lehet, őrizzétek meg az éneklő kedveteket. Ha ezt meg tudjátok őrizni, és ha bánatotok van, örömötök van, csak dúdolgattok, akkor jóval kevesebbet kell mennetek felnőtt korban a gyógyszertárban. Az ember lelke, kedve, hangulata az első gyógyszer. Ebben segít az ének. Kívánok mindannyiatoknak nagyon jó szereplést, szép együttlétet, és ezzel a találkozót megnyitom. Most pedig szeretném bemutatni a zsűrit. Újvári Gézáné, nyugalmazott pedagógus és szaktanácsadó. Györe Zoltán, zeneszerző. Igó Lenke, az ELTE adjunktusa, a Bartók Konzervatórium tanszékvezetője, a zsűri elnöke.
hogy az izgalmat kicsit oldjuk, daloljunk egy jót. Tréfáljuk meg közös énekkel a zsűrit.